Egy érzés, amit mindenki ismer, ám másképp értelmez. Ha két ember egymást szereti, és ha két ember egymás fele elköteleződött, akkor a hűség egy új fogalmat nyer, egy új értelmet nyer. Egy érzés, amire nincs garancia. Nem birtokoljuk a jövőt, tehát nem lehet azt tudni, hogy már pedig 40 évig mi lesz. Az érzelmek ilyen szempontból nem kiszámíthatóak. Egy érzés, amiről csak néhány történet szól, de legalábbis keveset ismerünk. A hűséget szerintem utólag lehet megvizsgálni. Lényegesen könnyebb lenne a hűtlenség fogalmát tisztázni, de következményeit nehezebb elviselni. Úgy szoktam mondani, hogy ez egy fájdalomcsillapítás. Tehát ha a kapcsolatban van egy fájdalom, akkor azt nagyon könnyű kívülről csillapítani, de az még akkor is csak csillapítás lesz, és nem megoldás. A meditáció például, vagy az imák, azok segítenek egyfajta távolságot tartani, hogy sokkal objektívebben lássuk a dolgokat. Akkor, amikor a hűség és a bizalom illúziója szertefoszlott, az érzelmek ködén át nehéz tisztán látni. Persze oka van annak, hogy hűségünket feladjuk egy párkapcsolatban. Ez a piac szemlélet. Hát azért, mert az azonnali kielégülésre vágyunk. Azonnal akarjuk megkapni a legjobbat, a legújabbat, a legmenőbbet, a legszebbet, és a többi, és a többi. Ez egy önbecsapás különben, mert hosszú távon nem működik. Ám ahogy a hűtlenségre, úgy a hűségre is lehet, és van is okunk. Van egy olyan mondás, ugye, hogy hát náluk egy tányér se csörnent. Tehát ott nem volt semmi gond soha. Arra szoktam mondani, hogy hát az nagyon nagy baj, mert valaki befele darabokra repedezett ebben a kapcsolatban. Vannak küzdelmek, vannak harcok, vannak viták, vannak veszekedések, de ez nem a véget jelenti, csak egy küzdelmet. Megharcolunk, kitartunk, és megyünk tovább.